Idén is várta a termelőket a KITE ZRT hagyományos nádudvari szántóföldi bemutatója. Ezúttal is számos technológiai újdonságról kaphattak információt a gazdálkodók, és megismerhették azt a termelési rendszert, ami sikert hozhat számukra a gazdálkodásban a következő évek során. Mi ennek az idei bemutatónak az üzenete, Levente? Alapvetően az az üzenete, szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az új technológiai, technikai fejlesztések, és mi az az új termelési rendszer koncepció, amivel KITE gondolkodik, legalábbis abban a hiszemben, hogy a következő évek, ez alatt értem a 2030-ig történő időszakot, a következő éveknek való megfelelés az valóban jelen van. Jelen van, hiszen mindazok az elvárások, kihívások, amelyeket ma így érzékelünk, és leginkább a szabályozók részéről, azok nehéz helyzetbe hozhatják a magyar mezőgazdaságot, de úgy gondolom, hogy azokkal a fejlesztésekkel, amelyeket az elmúlt évtizedben és leginkább az elmúlt években végrehajtottunk, lehetővé teszik számunkra, hogy ne csak megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak és kihívásoknak, hanem élni tudjunk azokkal az eszközrendszerekkel és fejlesztésekkel, amelyeket ma bemutatunk. Aki te mindig is rendszerben gondolkodott, mindig termelési rendszerben. Most mi az az új rendszer, amiben ti most ezek után gondolkodtok még? Abban kell gondolkodjunk, hogy hogyan tudunk megfelelni a European Green Deal előírásainak. Magyarul egy olyan termelési rendszert kell felépítsünk a következőkben, amely azokat a szabályokat, amelyeket előírnak, nem csak képes betartani és betartatni a termelőkkel, hanem képes arra, hogy leadminisztrálja ezt a fajta megfelelést, és hozamvesztés nélkül hatékonyság javulásának okán gyakorlatilag mindaz a tudás, amit ma szeretnénk bemutatni, az képes arra, hogy a jövőben is versenyképes maradjon a magyar mezőgazdaság. Itt az előadásokban hallhattuk azt, hogy ehhez segítségül hívjátok a világ legfejlettebb technológiai eszközeit és mindenféle programot. Valóban így van, több olyan nagy multinacionális cég, vagy éppen startupként indult biológiai növényvédőszergyártó cég, aki megjelent a palettánkon, ma már ezeket a technológiai beavatkozásokat nem csak papíron, hanem a természetben is ismeri, tudja azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az előírásokhoz, és mi pedig leteszteltük, hogy mik képesek ezek az anyagok, milyen kultúrákban tudjuk őket használni, alkalmazni, hogyan tudjuk beilleszteni a technológiai sorba, és szeretnénk mindezt megmutatni, és segítségül hívni a szakmai-szakmaközi szervezeteket, hogy magát, a tudást, azt adják ők is át, és hatékonyan vegyenek részt ebben az egyfajta újraalkotásban, ebben az egyfajta újragondolásban. Nem csak ehhez a bemutatóhoz ideális az időjárás, hanem eddig nagyon jó volt a mezőgazdasági termeléshez az idő. Hogy látod, hogy milyen helyzetben van most a magyar mezőgazdaság, milyen terméskilátások várhatók itt, elsősorban az őszi kalászosokra gondolok? Valamikor 3 évvel ezelőtt a Covid alatt forgattál egy hasonló riportot velem, amikor megkérdezted, hogy milyen kilátások várhatók, akkor jósoltam, és be is jött, most is szeretnék jósolni. Valahol az őszi vetési kultúrák esetében legyen ez repce, vagy éppen legyen kalászos, azt kell mondjam, hogy soha nem látott termésmennyiség várható. Hála Istennek az időjárás velünk van, ez a tényező minket segít, és a magyar termelőket segíti. Én nagyon bízok benne, hogy az előző évek, legalábbis az előtt 10 év átlaghozamait meg lehet haladni, akár árpáról, akár búzáról, vagy éppen repcéről beszélünk. Nádudvaron számos technológiát bemutattak a KITE ZRT munkatársai. Középpontba került a kukorica, a búza, a repce, az őszi borsó és a lóbab is. Szó esett a talajművelésről, a vetésről és a permetezésről egyaránt. A megoldások során fontos szempont volt a kevesebb inputanyag felhasználása és a környezetkímélőbb gazdálkodási mód is. Mi egy komplex új folyamatot mutattunk a termelőknek, különböző lépéseket mutattunk, hogy merre lehet menni a jövőben, milyen irányok vannak. Mi onnan kezdtük, hogy milyen talajművési megoldások vannak. Ahhoz képest, ahol most tartunk, egy szántásos, forgatásos, sokmenetes műveléshez képest, hol tartunk, milyen lehetőségek vannak, milyen többféle forgatás nélküli megoldással, hová tudunk eljutni. Mutattunk talajszelvényeket, milyen változásokat tudunk pozitív irányban a talajban okozni, és az milyen hatással van aztán ezekre a növényekre, ezek a kultúrákra. Láthatunk gépeket, amik ezeket a irányokat kiegészítik, segítik. Olyan megoldásokat, amikor különböző intelligens kameratechnológiákkal, vezérlésekkel, érzékelési eszközökkel tudjuk az egész komplet technológiánkat okosabbá tenni, kevesebb input anyagot felhasználni, környezetvédőbb, környezetbarátabb módon gazdálkodni.
A forgatás nélküli talajművelést évről évre egyre több termelő alkalmazza. A támogatási rendszer is segíti azt, hogy minél jobban elterjedjen ez a technológia. A termelők közül sokan úgy vágnak bele, hogy az első időszakban csak a területük egyik részén állnak át a forgatás nélküli művelésre, és figyelik a talajban végbe menő változásokat. Ennek a forgatás nélküli talajművelési technológiának mi is a lényege? Mi, ahogy meg is mutattuk, alapvetően az a célunk, hogy a talajban kialakult közösséget, életet, gyökerek, a baktériumok, a különböző élőszervezetek alkotnak, azokat a legkisebb mértékben zavarjuk. Egy forgatásnál ez sajnos nem így van. És olyan állapotot kell létrehoznunk a forgatás nélküli technológiánk, amit alkalmazunk, ami nagyon egészséges, ami a legjobb életfeltételt biztosítja az ott élő lényeknek. Ha ezt létre tudjuk hozni, akkor ez egy nagyon nagy előny. A másik fontos rész, ha már átálltunk a technológiában, fejben is álljunk át, és kisebb menetszámmal, a lehető legkisebb gyúrása, kerés, kenéssel, porképzéssel, talaj szerkezet rombolással dolgozunk. Ez is nagyon fontos, mert ha fejben, a technológiában átállunk, a talajunk azt pozitívan fogja majd értékelni.